Így érkezett meg péntek délelőtt a velencei gondola a Kodályba. A közel 6 méteres csónakkal víz hiányában nem volt egyszerű bevickelni az épületbe. 10 ember kellett hozzá, hogy az előtérig bejusson. A gondola érkezése felvillanyozta a diákokat, sokan nem is tudták, hogy egy ilyen csoda látható majd az aulában. Meg Velencében ezzel szoktak közlekedni. A gondoláról az is kiderült, hogy nem Velencében, hanem Oroson használják. Az egyik horgásztó kelléktárához tartozik. Mivel lakodalmakat is rendeznek, úgy döntöttek, hogy a fotózásokhoz készítettek egy ilyen különleges és blikkfangos vízi járművet. Csónakáznak, mennyasszonyt visszük vele, vőlegényt visszük, násznépet visszük vele, meg aki gondolázni akar, akkor azok. Velencei mintára rendeznek bált a Kodály Zoltán általános iskolában. Ehhez lesz látványelem a gondola. A szülői munkaközösség egyik tagja azt mondta, azt szeretnék, ha minél többen jönnének el a jótékonysági eseményre, és virtuális utazást tennének a csónakkal. Interaktív gondolázás lesz az egyik programpontunk, ami azt jelenti, hogy a kedves látogató vendégek beülhetnek a gondolába, és lesz természetesen gondolás fiú, aki imitálja a gondolázást, és ők egy nagy kivetítős képernyőn nézhetik azt, hogy ők Velencébe hogy utaznak az egyik csatornán. A jótékonysági bál este 19 órakor kezdődik. A színes rendezvényt a szülők és a pedagógusok közös tánca nyitja meg. Ezen kívül lesznek még élő szobrak is a nyíregyházi sóhajók éjszakáján.